ösztűz a Jobbikra. Először a Gaudi Nagy Tamás szervezte tüntetésen történtek, majd Kovács Béla kémügye kavarta fel a kedélyeket az ellenzéki párt körül. Kiket és milyen ügyekben képviselne Brüsszelben a Jobbik? Vendégünk Morvai Krisztina, EP lista vezető. Vendégünk a stúdióban Morvai Krisztina, EP lista vezető. Mármint, hogy a Jobbik EP lista vezetője, és ráadásul EP képviselője is. Kezdjét sokkalom, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nem kínos. Én tudom, hogy ön nem Jobbik tag, de nem kínos a Jobbik színeiben indulni a választáson, amikor hát Gaudi Nagy Tamás a Kossuth téren, hogy is mondjam, úgy viselkedik, hogy aztán Pásztor Istvánt leköpik, aztán lámpavasat emleget, aztán Kovács Béla szalad az újságírók elő, szóval nem kínos. Hát nem kínos, mert azt hiszem, hogy sokkal kínosabb helyzetben vannak azok a képviselőjelölt társaim, akik olyan pártokban, politikai formációkban indulnak, amelyek felelősek az egész rendszerváltásnak nevezett folyamat gyalázatáért, az üzemeknek, gyáraknak a külföldi kézreadásáért, fillérekért történő leprivatizáció vagy leprivatizálásáért, a TSZ-eknek a szétverésért, anélkül, hogy ugye európai típusú szövetkezetek alakításában segítették volna a helyi embereket. És felelősek azért, hogy évtizedek óta olyan helyzet van Magyarországon, hogy gyakorlatilag senki nem kérdezi meg, hogy az emberek miből fognak tisztességesen megélni. Ez egy sokkal kínosabb helyzet ilyen politikusnak lenni, aki mindebben részt vett, folyamatosan nyomta a gombot akkor, amikor ezeket a döntéseket meg kellett hozni. Mert hogy Magyarország nem valami villámcsapás vagy más természeti csapás következtében vált sok vonatkozásban a harmadik világbeli országá, hanem politikusoknak a döntései következtében. És azt gondolom, hogy ő neki kellene nagyon kínosan érezni magukat. Úgy látszik, kínosan is érzik, mert ezért történik az, ami a címben szerepel, hogy ösztűz a Jobbikra. Mennyit tapasztalt ön abból az Európai Parlamentben, hogy Kovács Béla orosz érdekeket képviselt? Hát ő ugye az Oroszország és Európai Parlament közötti, úgymond, vagy úgy nevezik ezt ugye bilaterális delegációnak a társelnöke, tehát nyilvánvalóan voltak orosz kapcsolatai. Az, hogy orosz érdekeket képviselt volna, abból én az ég adta világon semmit nem tapasztaltam. Én nem láttam ennek semmiféle jelét. Notabene azt hiszem, hogy a magyar képviselőnek magyar érdekeket kell képviselni, és hogyha Magyarországnak az az érdeke, amit ugye a miniszterelnök úr is folyamatos mond, és a Fidesz is, hogy a keleti nyitás politikája, akkor azt hiszem, hogy nem követünk el bűnt, hogyha mi is ezt képviseljük. Jó, tehát akkor ugye van, aki már azt mondja, hogy a Jobbik moszkovita párt. Hát ezt gondolom azok a moszkoviták mondják, akik annak idején naponta jártak Moszkvába az elvtársakhoz utasításokért, vagy azoknak a szellemi utódai. Kovács Béla havonta jár Moszkvába, nem tudom miért. Hát gondolom, hogy például azért, mert orosz a felesége és hozzátartozói is vannak Oroszországban, meg ugye, mint például a Magyar Nemzet főmunkatársai közül is többen ott végezte az egyetemet, nyilván vannak ismerősei, barátai, és miért baj az, hogyha történetesen jó kapcsolatai vannak. Eddig mindig azzal próbálták lejáratni a Jobbikot, hogy semmilyen érdekérvényesítése nem vagyunk képesek, mert sem tudásunk, sem pedig kapcsolatrendszerünk nincsen. Úgyhogy most meg úgy hiten az lett a baj, hogy van kapcsolatrendszer, meg van nyelvtudás, ugye japánként is lehetne Béla, mert japánul is anyanyelvi szinten beszél, ott is élt. Inkább Oroszország, mint az Unió? Hát én azt gondolom, hogy inkább Magyarország. Tehát elsősorban a magyar érdekeket kell képviselni, és ezen belül is nem a magyar oligarha földrablóknak az érdekeit, nem a nagy tőkéseknek az érdekeit, hanem a munkavállalókét, a kisvállalkozókét, kisgazdákét, a földjüktől megfosztott embereket, ugye, akiket két oldalról fosztogatnak, a külföldi földrablók, egész megyék vannak külföldi kézen, mert hogy miközben itt a köpésgét botrány megy folyamatosan, meg a bélagét, meg hasonlóak, közben szorgalmasan vásárolják fel a külföldiek továbbra is a magyar földet. És azt hiszem, hogy talán erről is. De azért gondolom, hogy nem véletlenül megy a köpésgét, ha már így titulálta, hát azért ez mégiscsak példátlan eset, hogy fényes nappal a parlament előtt a Kossuth téren a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét inzultálja. Én már többször megkérdeztem, hogy mennyivel értékesebb ember egy politikus, mint az úgymond átlag ember. A magyar embereket folyamatosan köpik szemen szimbolikus értelemben is, illetőleg ténylegesen is, hogyha szerkesztő úr elmegy vidékre, Kelet-Magyarországba, vagy Dél-Somogyba, akkor idős asszonyok fognak sírva arról beszámolni, hogy nem mernek kimenni az zárt kapu mögül, mert különböző etnikumú ugye suhancok köpködik őket, és etnikumú az mit jelent? Általában cigány származású, de sokszor magyar származású, de zabolázhatatlan fiatal emberek. De azért az egyik köpés nem menti a másik köpést, nem? Tehát akkor innentől kezdve mindenki köpi.
szembe nem, egymást? Nem, hanem előzzék meg azt is, hogy ezeket az idős asszonyokat leköpködjék, vagy pedig azokat a szociális munkásokat, akiknek nemrég tartottam háromnapos képzést, és beszámoltak róla, hogy 100 000 forintos fizetésért járnak be például ugye roma telepekre, ahol simán leköpik őket. Ezekkel is el kellene kezdeni foglalkozni, meg valódi emberek valódi problémáival foglalkozni, ugyanis a politikusoknak nem az a feladatuk, hogy egymással foglalkozzanak, hanem azokkal, akiket képviselniük kellene, vagyis a magyar emberek dolgaival. Súlyos aránytévesztés volt az, hogy az egész magyar sajtó 10 napon keresztül a köpéssel foglalkozott. Ugye Nyugat-Európában is, meg Amerikában is leköpnek politikusokat, vagy megdobálják őket paradicsommal, vagy tojással. Igen, csak Gaudinai Tamás után azért tovább ment másnap, mert azt mondta, hogy örüljön Pásztor István, hogy nem lámpavasat kapott. Nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy a hazaárulókkal, ugye történelmi léptékekben az szokott történni. Persze, de előtte közölte, hogy Pásztor István hazaáruló, tehát nyilvánvaló volt. Igen, hát mikor fogunk arról beszélni, hogy 80 000 forintért dolgoznak az Európai Unión belül a magyar munkásemberek a szalag mellett teljes munkajogi jogfosztottságban, mikor fogunk arról beszélni, hogy hogy tették tönkre mesterségesen a mezőgazdaságot azért, hogy a gazdák ellehetetlenüljenek és kénytelenek legyenek a földjüket eladni, vagy mikor fogunk a magyar kisvállalkozók helyzetéről beszélni, akik ugye nem győzik a versenyt a korlátlanul ideáramló külföldi áruval, azzal, hogy az állam, a magyar állam folyamatosan a külföldieket támogatja a helyet, hogy a saját kis vállalkozóinkat támogatná. Értem, csak ezért kérdeztem arra rögtön érti, a legelején. Érti, csak nem szereti, ugye? De, nem, ezt nem mondtam, csak ezért kérdeztem rögtön a legelején, hogy nem kínos-e, mert hogy azzal, hogy ön a Jobbik listáján szerepel, óhatatlanul magára húzza ezeket az ügyeket. Nem miközben kínos. Másról szeretem ez egy nagyon, beszélni. Ez egy nagyon szép kihívás, 5 éven keresztül is nagyon szerettem, végtelenül sajnálom, hogy sem szerkesztő úrnak, sem másoknak nem volt módom az 5 éves munkámról folyamatában beszámolni, ugyanis senkit nem érdekel. Egyszer-kétszer talán, ha találkoztunk, most viszont 4 alkalommal tartottam eddig tematikus sajtótájékoztatókat, először a munkavállalói jogok, mint emberi jogok az EU-ban és Magyarországon témában, aztán a földhöz való jogról, arról, hogy a föld nem lehet spekulációtárgya, hanem a helyben élő emberek megélhetésének a forrása kell, hogy legyen, és az egészséges magyar élelem megtermelésének a szintere, aztán az elszakított területen élő magyarok jogairól, mint emberi jogokról, ma pedig a nők jogairól, mint emberi jogokról. Jaj, de szeretném én azt megélni, hogy úgy kergetnének az újságírók a kérdéseikkel, mint Kovács Bélát kergették tegnap, bárcsak kérdeznék, hogy és tessék mondani, képviselő asszony, és akkor hogy van az az unióban, hogy lehetne azt megoldani, hogy ne 60 000 kessenek a magyar munkások, ne lehessen őket egyik napról a másikra utcára tenni, de hogyan, ilyeneket soha hogyan nem lesznek kérdeznek. Vajon a magyar nemzetpolitika iránytűi a határon túl élő magyarok emberi jogai, mert hogy ugye azt mondta, hogy a harmadik tematikus alkalom az éppen erről szólt, és mondott egy ilyen mondatot nem olyan nagyon régen, hogy a unióban mindenáron való belesimulási kényszer helyett az elszakított területen élő magyarok emberi jogai legyenek a nemzetpolitika iránytűi. Hogyan tudjuk eldönteni, hogy mi válik a határon túli magyaroknak javára, és mi az, amivel ártunk nekik? Emberi jogi kérdésről van szó, tehát a politika világából az emberi jogok világába kellene ezt a kérdést felemelni. Ugye az ENSZ polgári és politikai jogok egyezségokmánya mindjárt az első cikkében mondja azt, hogy minden népnek, minden nemzetnek joga van az önrendelkezéshez. Tehát azt kellene hangsúlyozni, nem állandóan ezt a mindenáron való jószomszédi politikát, nem az EU-nak a, hogy is mondjam, iránymutatását követni, nekik ugyanis fogalmuk nincs Trianonról, fogalmuk sincs arról, hogy mi az, hogy őshonos nemzeti közösségek folyamatosan keverik a afrikai bevándorlókkal, és a többi, tehát nekünk olyan határozottan, mint ahogy miniszterelnök úr most elkezdte, hogy igenis joga van a kárpátaljai magyaroknak az autonómiára, sőt, ugye joga van a nemzeti önrendelkezésre, ami ugye nemzetközi jog szerint, mint ahogy Koszovó ügyében például kimondta a Nemzetközi Bíróság, akár ad abszurdum a függetlenséget is jelenti. Tehát sok mindenre joga van az elszakított közösségeknek, akkor, hogyha ezt emberi jogi alapon közelítjük meg, és nem mindenáron azt nézzük, hogy mi az Európai Uniónak az iránymutatása, és azt próbáljuk mindenképpen követni. Persze, Gál Ildikónak írt egy nyílt levelet, amelyben hívja őt a vitára, amely vita ugye holnap után esedékes, jól tudom, holnap után. Kapott-e már választ, vagy számít-e válaszra? Én biztos vagyok benne, hogy Ildikó válaszolni fog, hiszen női politikusok vagyunk. Nagyon sokan számítanak arra, hogy ha több nő lenne a politikában, akkor nem az lenne a politika, ami manapság, hogy tudnélik az egymással való folyamatos atarkodás, egymás legyűrése a cél, és a politikusok saját magukról beszélnek, és nem pedig az emberek sorskérdéseiről. Tehát én ezért is kértem őt, hogy üljünk le a nyilvánosság előtt, vitassuk meg a programjainkat, válaszoljunk egymásnak azokra a kérdésekre, hogy mit tudunk tenni. Adott esetben
együtt, egymás segítve, támogatva azért, hogy a magyar munkavállalóknak végre jogvédelmük legyen, ugyanolyan munkajogi védelmük, mint például az osztrák vagy német társaiknak, mit tudunk tenni azért, hogy ne legyenek ilyen súlyos különbségek a bérekben, jövedelmekben, mit tudunk tenni együtt a magyar termőföld megvédése érdekében, hiszen látjuk, hogy a földtörvény erre alkalmatlan, mindenképpen el kellene érni, hogy az Európai Unióban a tőke fogalma alól és a tőke fejezetből kikerüljön a termőföld. Kérdeztem a véleményét közgazdászként arról, hogy mit lehetne tenni azért, hogy a kisvállalkozók ne legyenek ennyire nehéz helyzetben. Nagyon várom a válaszát, és nagyon várom azt, hogy leülhessünk, és valóban azt csináljuk, ami a politikusoknak a dolga, hogy ilyen profán módon fejezem ki magam, azt csináljuk, amire az emberek fizetnek bennünket. Mert nem azért fizetnek, hogy egyrészt a politikusok egymásnak osztogassák a pénzeket, pozíciókat, nem is azért fizetnek, hogy egymást gyalázzuk, vagy hogy magunkról beszéljünk narcisztikus módon, hanem hogy ezek a problémákat jól oldjuk meg. Hát akár lesz vita, akár nem lesz vita, vasárnap választás lesz, ez egészen biztos. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen.